Nagyon sok szeretettel köszöntjük a hírelemző hétköznapok kedves hallgatóit és nézőit, a mikrofonnál Kauzál Alexandra, és nagy örömömre szolgál, hogy köszönthetem beszélgető partnereinket, Tóth Gézát, a hídgyülekezete lelkészét, pásztorát. Szia Géza, szeretettel Sziasztok, köszöntelek! szeretettel köszöntelek Szandra és a kedves nézőket, hallgatókat. És itt van velünk nagyszerű kollégánk Petrőc Katalin, újságíró, műsorvezető, tanár, lelkészasszony. Szia Kati, szeretettel köszöntelek! Szerbusz Szandra, köszönöm a bevezetőt, és szerbusz Géza! Sziasztok! Remélem jól vagytok, jól érzitek magatokat, most már túl vagyunk, azt gondolom elég sokan az oltásokon, és azért egyre, hát ha talán mondhatjuk ezt úgy, biztonságban kezdjük érezni magunkat, de azért gondolom még ti is óvatosak vagytok, ugye Géza? Igen, óvatosak vagyunk, de azért örülünk a nyitásnak, és hát különösen nagy öröm volt tegnap látni az Isten tiszteleten, az élő dicséretben a zenekart, Juditot, Sándort, és látszott, hogy ez egy új kezdet, érezni lehetett az, hogy most megmozdult a felhő, az jutott eszembe, hogy újra elindulnak Izrael fiai az ígéret földje felé. De jó kép ez. Örülök, hogy ezt szóba hoztad, mert valóban a tegnapi nap azt gondolom egy nagy esemény volt a hit gyülekezete életében, hiszen talán több mint egy év után most volt először élő dicséret a színpadon, és végre Igen. újra személyes közösségben lehetünk Németh Sándorral, ugye a hit gyülekezete vezető lelkészével és kedves feleségével is, Judittal. Kati, te is osztod az örömünket? Hát hogy nem, mindenképpen. Volt egy különleges atmoszférája, igen. vitathatatlan, És ez így biztos, hogy átjött nagyon sokan ezt. Abszolút, a abszolút. képernyőn keresztül Így is van, ezek így van. szerint? Így Igen, van, pont így ezt van. akartam mondani, hogy én is végig kísértem nagyon szorosan, tehát gyakorlatilag naponta hallgattuk a prédikációkat, hiszen voltak ugye esténként ismétlések is, illetve az istentiszteleteken, de ez egész más. Más Ez egészen teljesen. más. Igen, különleges volt, és reméljük lesz folytatás egyre nagyobb, szélesebb körökben. No, de akkor térjünk rá a jó kis híreinkre. Természetesen muszáj most is foglalkozzunk az Izraellel kapcsolatos feszült helyzettel, konfliktussal. Most elsősorban olyan híreket gyűjtöttünk nektek Csermák Debóra kollégina közreműködésével, amelyek elsősorban reakciókról szólnak, tehát azóta is ugye áll a bál köztudottan a felek között, és hogy a világot azért nagyon megosztja ez a konfliktus, úgyhogy különböző reakciókat vennék akkor elő. Az egyik fontos, ami ugye bennünket érint, hogy kedd este körbejárta a hazai és nemzetközi sajtót a hír, hogy az Európai Unióban egyedüliként Magyarország nem támogatta azt az uniós nyilatkozatot, amelyben az izraeli-palesztin konfliktusban mindkét felet egyaránt felszólították arra, hogy hagyjanak fel az erőszakkal. A Hetek megkérdezte a külügyminisztériumot, hogy mi állt a döntésük hátterében, és ezt a választ adták. Magyarország azért nem értett egyet a nyilatkozat szövegében, mert szerintük az súlyosan kiegyensúlyozatlan volt, és nem tükrözte a valós helyzetet. Izraelt egy terrorszervezet támadta meg, és Izraelnek joga van megvédenie magát. Minden olyan megnyilvánulást elutasítunk, amely Izrael teszi felelőssé a jelenlegi helyzet kialakulásáért, vagy egyenlő félként kezeli Izraelt és a Hamász nevű terrorcsoportot, vagy közvetett módon legitimálja az utóbbi szervezetet. A jelen helyzetben világossá kell tennünk, hogy a különböző palesztin terrorcsoportoknak azonnal fel kell hagyniuk a rakétatámadásokkal. Hát nem tudom, hogy más ilyen markánsan kiállt-e itt Európán belül Hát, Izrael mellett. halleluja, én borzasztóan örülök, de Én nagyon büszke rettenetesen, és vagyok. nagyon büszke vagyok. Igen, mit szóltok? És benne voltunk az izraeli hírekbe is, hogy Magyarország egyedüliként állt ki, és hát ez óriási érzéssel tölt el gyakorlatilag, és nagyon büszke vagyok erre. Ugye hát én nekem az jutott eszembe, hogy még a, nyilván a 80-as években, de ugye a 89-ben tértem meg, de 90-es években is folyamatosan, ugye előttünk volt az a kép, illetve az a látás, hogy Jézus előre mondta, hogy a nemzetek ítéleténél majd kikerülnek a juhok és kik a kecskéknek a kategóriájába, és hát emlékeztek rá, hogy folyamatosan imádkoztunk ezért, és hát egyfajta missziónak is tekintettük, hogy a nemzetünkbe az Izraelnek a barátságát, a filoszemitizmus népszerűsítsük, és nekem az jutott eszembe, hogy ezek az imák meghallgatásra találtak, és valóban büszkeséggel tölt el az embert, hogy a Magyarországnak olyan külügyminisztere van, aki nem keneget meg maszatol össze-vissza, ahogy az európai politikusok egy emberként ezt tették, hanem Karakánul nevén nevezi a dolgokat,
megjegyzem egyébként, illetve a külügyminiszter úr még diplomatikusan fogalmazott, amikor elhatárolódott attól, hogy összemossák a Hamaszt Izraellel, és egyenlő felelősséget állapítsanak meg a kialakult konfliktus mellett, mert az a nyilatkozat, amit elutasított a magyar kormány, az tartalmaz ugye a telepesekkel kapcsolatban is egy megállapítást, és ezért, ha nem is nyíltan, de burkoltam, inkább a kettő fél között Izrael teszi felelőssé a kialakult helyzet miatt, mert beemeli ezt a telepes problémát, és ezzel azt sugallja, hogy ez volt a kiváltó oka a terroristák bombázásának. Tehát még csak nem is egyenlőségjelet húz egy törvényesen működő demokratikus állam és a terroristák között, hanem nagyobb felelősséget ró a megállapításával Izraelre, mint a Hamasz terroristáira. Ez nagyon egészen elképesztő. Igen, mondja csak Kati. Hát ez a történelmi tájékozatlanság, ez számomra egy óriási kérdés, hogy hogyan lehetne ezt eloszlatni, mert komoly szakemberekkel is beszéltem itt a rádióban is, akik ráadásul még elmondható, hogy jó indulattal is állnak a kérdéshez, tehát valamilyen módon a valóságot nagyon jól inkább csak érzékelik, de azt láttam, hogy nem tudják, tehát hogy olyan, amiket a Géza is mond, hogy hát a telepeseket hibáztatni, hogy miért települnek oda, tehát ez egy kicsit úgy félreviszi az egészet, mintha nem értenék az egésznek a kiinduló pontját, és hát ez így is van, valóban nem értik. Dr. Hagpéterrel is beszélgettem itt, és ő nagyon jól felvázolta ezt az egész folyamatot, de mintha ez nem jutna el, tehát hogyha a történelemről van szó, akkor nem olyan, hogy elővesznek egy könyvet, és megnézik Izrael államának történetét, hanem mintha ez is homályban lenne. Tehát, hogy minden egyszerre homályban van ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Hát én naívan azt gondolnám, hogy mielőtt egy külügyminisztérium nyilatkozatot tesz, vagy valami állásfoglalást, akkor a tanácsadóinak kiadja, hogy nézzetek utána, olvassatok utána. Nem, ők jól látták. Ők jól látták. Ezt a Géza is ezt mondja, hogy a külügyminisztérium jól látta. Én nem a sajátunkról beszélek, hanem úgy általánosságban véve, tehát mielőtt egy ország állást foglalna, vagy nyilatkozatot tenne, úgy képzelem el én ezt naívan, hogy kiadja a külügyminiszter, vagy valaki a kis stábjának, tanácsadóknak, hogy nézzetek utána, mi is állhat a konfliktus hátterébe, és akkor némi ismeretek alapján hoz valami döntést, vagy állásfoglalást. De valóban, amit mondasz, hát mintha ez nem így működne, de hát nem így kéne valahogy működnie? Hát nem naív vagy, hanem nagyon is a lényeget mondod, mert ugye Joseph Borrell egy külügyi főtanácsadó. Tehát a főtanácsadók azok, akik ezekben a dolgokban állást foglalnak, tehát a külügyminisztereket ilyen főtanácsadók veszik körül. És ugye ez azért is, hát végül is az ember csak meglepődik, de valójában mégse lepődik meg, mert hát azért Európának a gyökereiben elég jelentősen és erősen jelen van az antiszemitizmus, és ugye régebben is többször beszéltünk róla, hogy a modern kori antiszemitizmus az az Izrael ellenesség, és ugye ez egy azért is egy álságos, sokszor ezek az állásfoglalások, mert mindenki tudja, hogy az antiszemitizmus a szalonképtelen, de az Izrael ellenesség az meg szalonképes, és azok a mély antiszemita indulatok, amelyek az európai politikát is jellemezték hosszú évszázadokon keresztül, azok most így törnek a felszínre, és hát megtévesztik az embereket, mert ugye a demokrácia, meg nem tudom én, a tolerancia, meg az egyenlőség, meg minden más egyéb nevében fogalmazzák meg ezeket az észrevételeiket, kritikáikat, de valójában hát ezt én nem tudom másképp értékelni, mint hogy az Izrael ellenességet használják fügefa levélként az ellenszenvükre, az antiszemita ellenszenvükre. Egyrészt másrészt meg azt is figyelembe kell venni, de ez nem mentesíti őket, csak talán még a helyzetnek az értékeléséhez hozzá tartozhat, hogy nagyon sok nyugat-európai országban a muszlim lakosság a politikában a mérleg nyelve, és hát nagy kényszer alatt vannak, és ezért fontos például, hogy a nemzetek megőrizzék a kultúrájukat, integráltságukat, a hagyományaikat, az önazonosságukat, mert a magyar miniszterelnök azért is mer így fogalmazni,
mert nem kell megszólítani a magyar politikusoknak, legalábbis erre nem kényszerülnek rá a következő szavazás esélyeit illetően, hogy maguk mellé állítsanak mondjuk több millió muzulmánt, ahogy ezt meg kell tenniük mondjuk a németeknek, meg kell tenniük a törököknek, és akkor így megpróbálnak hát olyan nyelvezetet használni, hogy ő feléjük is tegyenek gesztusokat, és kényszert éreznek sokszor a muzulmán szavazó polgáraikat, úgy szólítják meg, és úgy próbálják maguk mellé állítani, hogy Izraelt kritizálják. Hát ezért is fontos, hogy ne legyen vegyes társadalom, mert akkor a politikusok kétnyelvűekké válnak, és nem tudják a jót jónak, a rosszat pedig rossznak nevezni, és nem tudnak differenciálni, hanem úgymond kénytelenek, persze ez nem mentesíti őket a felelősség alól, de minden esetre a nyomás alól Magyarországon, hála Istennek, a politika mentes. Ezeket a fajta tiszteletköröket nem kell megfutniuk a magyar politikusoknak a muzulmán szavazók felé, mert olyan elenyésző számban vannak, hogy nem kell velük számolniuk, nem mérlegnyelve. Igen. Az egyetlen hely, ahol nem fogadnak el, ahol elfogadnak nem vegyes társadalmat, az a palesztin állam lenne egyébként, mert mindenhol máshol, ugye ez egy nyomás Európán is, hogy legyen sokszínű, legyen sokvallású, és egyáltalán ne legyenek határok. Érdekes, hogy ez az old nyomás az egyik oldalon létezik, a másik oldalon pedig arra nyomják, hogy legyen egy etnikai alapú, aláadásul az etnikum nem is létezik, mint olyan, de mégis ilyen alapon legyen egy állam. Tehát nagyon sok csavar van ebbe, amit nagyon nehéz egyetlen egy szálnak betudni, de az hogy e fölött egy olyan szintű homály van, amit még ismeretterjesztéssel sem lehet gyakorlatilag eloszlatni, ez látható, hogy ez egy szellemi probléma. Másrészt még egy gondolat talán, hogyha megengedtek, még azért is álságos ezt a helyzetet most úgy kezelni, mintha ennek köze lenne a telepesekhez, mert köztudott, hogy a Hamasznak az alapító nyilatkozatában benne van Izraelnek az eltörlése, soha nem voltak hajlandóak feladni ezt a koncepciójukat, soha nem fogadták el a két állami megoldást, soha nem csak Cisjordániára vagy Szamáriára, ahogy tetszik, tekintettek úgy, hogy az nem Izraelhez tartozik, hanem Jeruzsálemtől fogva egész Izraelt a magukénak tekintik, és azért harcolnak, nemhogy a telepesek úgymond ne legyenek ott, ahol vannak, hanem egész Izraelt el akarják törölni, és meg akarják semmisíteni. Tehát úgy beállítani ezt a konfliktust, hogy a Hamas azért küld rakétákat, mert a telepesek letelepednek Cisjordániában, hát ez akik szakemberek, vagy hát aki egy ekkora nagy, úgymond birodalomnak, mint Európa, vagy Uniónak külügyi főtanácsadója, hát ezt illene tudni, hát mi is erről beszélünk, hát mi nem vagyunk olyan értelemben szakemberek, mint amilyen szakembernek kellene lenni egy fő tanácsadónak. Tehát tőle az ember több, nem? Hát többet vár el. Tehát vagy ekkorát téved, és akkor ez ugye, mint fő tanácsadónak az alkalmasságát megkérdőjelezi, vagy tudja, hogy miről beszél, akkor viszont a szándékaival kapcsolatban vannak komoly fenntartásai az embernek. És még a kétségbeesés. Hát megoldást nem látok. Igen. És még a kétségbeesés jutott még eszembe, hogy milyen érdekes, hogy úgy állítják be, hogy a két palesztin nép a kétségbeesésében fordul ehhez az eszközhöz. Ez olyan szinten, tehát mondjuk most a pedagógus szól belőlem, tehát mondjuk, hogyha egy gyerek dühében fejbevág egy másik gyereket az iskolába, szerintem biztos, hogy indőt kap, és lehet, ha a szüleit is behívják. Ezen a szinten pedig az történik, hogy kétségbe van esve, tehát rakétákat indít, és hát nem tehet más. Tehát olyan narratívába viszik az egészet, ami egyszerűen elfogadhatatlan az emberi morál szintjén is, és itt úgy, ez csatlakozik ahhoz, amit a Géza mondott, hogy morális, tehát nem csak tudományosan kérdőjelezik meg az alkalmasságuk, hogyha nem értenek hozzá, akkor miért ők a szaktanácsadók, hanem emberileg is, hogy lehet ezen a szinten megrekedni, amit az óvodában és az iskolában is büntetnek, az a felnőttek között, az vajon miért elfogadható? Igen.
Ez döbbenetes tényleg, ez a morális mércének az eltorzulása. Mondja csak, Géza, ha van még mondanod. Hát annyi csak, hogy ugye, hogy az egészet a palesztinok nevében mondják, de hát itt a palesztinok a legnagyobb áldozatai a Hamasznak, ők még nagyobb áldozatai, mint az izraeli lakosság, mert ők közelebb vannak hozzájuk. Izrael kivonult Gázából, a Hamasz rövid időn belül magához ragadta a hatalmat, és a Hamasz terrorizálja a saját népét is. Nincs egyéni választási lehetőségük. Ha eladják az otthonaikat, megölik őket, még el se hagyhatják azokat a területeket sokszor, amelyekre előre az izraeli lakosság figyelmezteti, illetve az izraeli hadsereg figyelmezteti, hogy oda célzott csapást fognak mérni, nem engedik, hogy elhagyják ezeket az otthonokat. És a gyerekeiket föl kell... Arra, nem. Hogy fel kell áldozni a gyerekeiket, és élő pajzsként használják. Pontosan. És ezzel kapcsolatban nincsen sehol felháborodás, és mindenhol áldozatként állítják be. Hát valóban a palesztin emberek áldozatai a Hamasznak, és a szállítmányokat, a pénzadományokat, azokat pedig nem juttatják el az érintettekhez, amit Európa, Amerika küld, hanem fegyverekre használják, mert egyszerűen abban érdekeltek, hogy a gázai övezetben nyomor legyen, amit be lehet mutatni, és ezért a nyomorért állandóan Izrael lehet felelőssé tenni. Igen. Gyakorlatilag manipulálják az egész világot, sajnáltatják magukat, de döbbenetes egyébként, hogy így erre a világ vevő is, és hogy azért a jelentős része milyen torz képet lát ebből az egészből. De akkor ezt így alá is támasztam, itt van egy másik, hát talán számotokra nem túl meglepő kiállás. A hivatalos BLM Twitter oldalán a szervezet kijelentette, tehát a Black Lives Matters szervezetről van szó természetesen, hogy mindig partner lesz a palesztin felszabadítás ügyében. A Black Lives Matter szolidaritással áll ki a palesztinok mellett. Olyan szervezet vagyunk, amely elkötelezte magát a telepes gyarmatosítás minden formájának való véget vetés mellett, és folyamatosan képviselte és képviselni is fogja a palesztin felszabadítás ügyét. No, csak megtalálja a zsák a foltját, Kati. Megtalálja a zsák a foltját, így van. Meg hát ahogy itt erre felé mondták, hogy összenő, ami összetartozik, stb. Tehát erre vannak szép mondások. Kibújik a szög a zsákból, ez most erre mind érvényes. És ugye gondolom még az előzőhöz tartozó hír, hogy az is nyilvánvalóvá vált ilyen videós felvételekből, illetve hírekből, hogy valóban azt mondják, hogyha a gyerekeknek kell azért meghalni, hogy a világ fölfigyeljen rájuk, akkor legyen. Tehát ez nem is titkolják, és érdekes, hogy ez nem okoz felháborodást, és érdekes, hogy továbbra is ki tudnak állni olyan szervezetek mellettük, amik egyébként is nagyon ködös, vagy hát mondhatni, nincsenek is különösebb céljaik, mint a rombolás, tehát én nem láttam még a BLM mozgalomnak semmiféle célkitűzését, csak az, hogy ne legyen rasszizmus, ehhez képest ők a fehéreket gyűlölik, tehát újra termelik a rasszizmust ugyanazzal a mozdulattal, tehát ezt úgyse tudják megszüntetni, és érdekes módon most belekapaszkodnak egy másik ilyen partalan mozgalomba, ami hát csak az elpusztításra törekszik, semmiféle leírt, vagy azon kívül, amit a Géza mondott, hogy a Hamasznak benne van az alkotmányában, hogy elpusztítja Izraelt, ezen kívül más célkitűzést, olyan nagyon közteskélt célkitűzést nem ismerünk. Sok a hasonlóság a két szervezet között, Géza, szerinted? Hát nincsenek arra adataim, hogy az amerikai fekete lakosság körében, illetve a BLM mozgalomnak a körében mekkora a fekete muzulmánoknak az aránya, de azt azért lehet tudni, nem hogy lepne meg, sokan, igaz? Sokan nem lennék meglepődve, hogyha kiderülne, hogy azért a hangadók, a véleményvezérek között a BLM mozgalomban is, tehát a feketék között sok lenne a muzulmán, tehát ez egy ideológiai azonosság is a két szervezet között, és ugye ráadásul azért, ahogy mondtad is, és fölhívtad, nyomatékkal kiemelted ezt a szót a felolvasáskor, hogy mindig azért ez egy megint csak egy felhívás a táncra, mert ez egy olyan azonosságot jelent, és egy olyan érdekközösséget jelent, amiben nincsenek tehát erkölcsi határok. Tehát amikor azt mondom, hogy mindig összetartozok, akkor azt jelenti, hogy mindent megengedek a másiknak, és nincsenek feltételek, nincsenek erkölcsi korlátok, és hát ráadásul egy olyan
szervezet felé tettek most gesztust, aki egyértelműen terrorszervezetként van elkönyvelve, tehát most egy terrorszervezetnek, ez aztán pedig olaj a tűzre, és hát egy összekacsintás is egy jelzés, hogy megvannak Amerikában azok az érdekcsoportok, amelyekre számíthatnak, a Hamas terroristái, az iszlám dzsihad terroristái, a Hezbollahnak a terroristái, és támogatást nyerhetnek onnan. Tehát egyrészt egy üzenet Amerikából, hogy itt is megvannak azok a körök, akik veletek vannak, akik kiállnak mellettetek, és hát ez viszont bele vonja már azokat a európai, hogy mondjam, köröket is. Most itt a futballra gondoltam, ugye emlékeztek rá, hogy a BLM mozgalom előtt letérdeltek a angol futballisták, és egy mozgalmat akartak ezzel elindítani, és akkor még tavaly szó volt arról, hogy a lengyelek nem térdeltek le, meg a csehek nem térdeltek le, tehát így be, és ebbe beszippantják így mindazt, ami a BLM mozgalom támogatói köréhez tartozott, és hát azért is ugye álságos a dolog, mert hát tudjuk nagyon jól, akkor is, amikor ez felütötte a fejét, beszéltünk arról, hogy ez nem egy magától szerveződő dolog, a BLM mozgalom se. Emlékeztek rá, hogy egyből nyilatkozatok voltak, illetve a RIT rádióban is beszélgetések, hogy kik azok a körök, ami nyilvánvalóan a Trump elnök megbuktatásával állt összefüggésbe, ezzel a szándékkal, kik azok a körök, akik pénzelik ezt a mozgalmat, és a háttérben állnak. És hát nyilván ugyanezek a körök állnak most is a háttérben, tehát itt szerintem olyan összefüggések mutatkoznak fel a mélyben, amik eddig is megvoltak, csak talán eddig hát rejtettek voltak, és nem voltak ennyire nyilvánvalóak. Valószínűleg ugyanezek a pénzügyi körök támogatják a terroristákat is. Igen, azért döbbenetes tényleg látni, hogy a keresztény, fehér ellenes és Izrael ellenes társaságok szépen, hogy így egymásra találnak, nem? Döbbenet. Igen, így van. No, de akkor menjünk tovább, mert van még itt egy-két érdekesség. Múlt héten mi foglalkoztunk itt a hírelemzőben a celeb világ megnyilvánulásával. Megmondom őszintén, engem ez különösen irritál, mert itt még a szakértelemnek a minimumát sem érzem, már bocsánat és tisztelet a kivételnek, de hogy hollywoodi színészek, zenészek ágáltak Izrael ellen, vagy Greta Thunberg megjegyzéseket tett, szóval egy kicsit az embert úgy irritálni tudja. Na most egy következő szemle akkor ebből a jelenségből, hogy van ez az izraeli színésznő Gal Gadot, akit sokáig azért kritizáltak, mert nem állt ki hazája mellett a súlyos konfliktus helyzetben, amikor azonban most ezt megtette, olyan gyűlölködő komment cunami zúdult rá Izrael ellenes követőitől elsősorban, hogy kénytelen volt letiltani a kommentelési lehetőséget. Ezt írta ki egyébként Gal Gadot, amiért nekiestek. Megszakad a szívem, országom háborúban áll, aggódom a családomért, barátaimért, aggódom a népemért. Ez az ördögi kör már túl régen tart, Izrael megérdemli, hogy szabad és biztonságos nemzetként éljen. A szomszédaink is ugyanezt érdemlik. Imádkozom az áldozatokért és családjaikért, imádkozom azért, hogy ez a hihetetlen ellenségeskedés véget érjen, és imádkozom a vezetőinkért, hogy megoldást találjanak, hogy egymás mellett élhessünk békében. Szóval ezért estek neki a színésznőnek, és egy új adalék, ez ma jelent meg, hogy Mia Khalifa, a világ egyik leghíresebb pornószínésznője, a Twitter oldalán népírtó Barbie-nak nevezte Gal Gadot. Hát szép. Hát nagyon kíváncsiak vagyunk egy pornószínésznőnek a véleményére, akit eddig sem ismertünk, és egyután sem állt szándékunkba egyébként megismerni. Hát mi nem ismerünk, de tartok tőle, hogy sokan ismerik. Én meg tartok tőle, hogy így akar ismertségre szert tenni, mert Gal Gadot valóban ismerik azok is, akik nem szeretik a szuperhősös filmeket, mert egyszerűen híres filmeket csinál, amit sokan megnéznek. Nem csak így van, nem csak Wonder Woman ő, hanem sokkal több annál. Persze, most csak azért mondtam, hogy még ha ez lenne, ami úgymond egy, hát egy nagyon nézett, ám lenézett műfaj, de még ennek alapján is azért azt lehet mondani, hogy ez teljesítménynek, színésznői teljesítménynek számít, és persze nyilván igazad van, nem mindegy, hogy egyébként más filmeket is készít. Én nagyon csodálkozom, hogy egyáltalán idáig húzta, és nem
estek neki eddig szavak nélkül is, mert maga az, hogy ő mindenhol úgy jelenik meg, mint izraeli színésznő, én már ezt éreztem, ennek az előszelét már ekkor, mert már ma a világban az is egy kiállás, hogyha valaki nem azt írja, hogy amerikai, de egyébként Izraelbe született, és akkor az is már egy nagy dolog, de ő konkrétan izraelinek nevezi magát, tehát nekem nem volt meglepetés, de szomorú nem meglepetés ez a megnyilvánulás. Igen, és hát egy embertől elvitatják azt, hogy nemzeti identitása legyen. Hát most egy izraeli állampolgár, aki történetesen világhírű színésznő, most miért vitatják el tőle, hogy aggódjon a saját országáért? Hát engedjék már meg egy embernek, hogy a saját nemzetével kapcsolatban nem másoknak a kárára, de pozitívan elfogult legyen. Hát nem szabad elvitatni egy embertől, hogy a saját nemzetét jobban szeresse. Tehát itt nekem ez a felháborító ebben, hogy miért nem kap ő erre lehetőséget, hogy ugye megemlítette a barátait, családtagjait, ismerőseit, ő nem ott él, és eszébe jut az, hogy mi lehet velük. Nyilván egy kép ilyenkor mindenkinek eszébe jut, hogy a családi házam fölött röpködnek a bombák, a rokonaimmal vivan, eltölti őket az aggodalom, és amikor egy ember így ezt kimondja, vagy leírja, akkor hát inkább mellé kellene állni, bátorítani kellene. De egyébként már a megfogalmazásában is érződik egyébként, hogy félt. Így hát van, nagyon visszafogott ez a nyilatkozat. Úgy érződött, hogy úgy kereste a szavakat, hogy senkit nem akar megbántani, és hát látszik, hogy egyszerűen annyira hevesek az indulatok, hogy nem lehet megtalálni a szavakat. Tehát nem vétett ő azzal, hogy azt a szót használta, hogy nem tudom, mibe kötöttek bele, ott több mindenbe is belekötöttek, volt, aki ebbe kötött bele, volt, aki abba, baráti szót használt, hogy békében a szomszédainkkal, tehát ugye a szomszédok szó az egy baráti kifejezés, de hát a szomszéd szó az egy semleges kifejezés, hát a szomszéd az, aki mellettem van, tehát az nem egy baráti, hát ha ellenségem a szomszédom, akkor is a szomszédom. Tehát látszott, hogy nem akarom így sajnálásból mondom, hogy szerintem együtt ér ez az ember azokkal, akik ilyen helyzetben vannak, de hát ezt én botránynak tartom, hogy valaki a saját nemzetéért, ahova a bombák esnek le, nem aggódhat, és nem fejezi ki a szolidaritását. És hát ugye akkor, amikor nem tette, akkor is megtalálták. Igen. Tehát ez amikor van sapka, nem lehet jót van, tenni. Ha nincs sapka, az a baj. Tehát ha izraeli vagy, és színésznő vagy, és nem maszatolod, hogy amerikai, és csak valahol kiderül az, hogy esetleg nem is ott születtél, és hol a származásod, az izraeli színésznő, ilyen konfliktusba nem állod meg a helyed. Nem szólalsz meg, az a baj. Ha megszólalsz, akkor pedig biztos, hogy nem tudsz úgy megszólalni, hogy ne találjanak rajtad valamit, amiben bele lehet kötni. Szerintem ez a celebek szintjére levitt nagy politikai konfliktus, amiben kimondottan azt kívánják Izraeltől, hogy lehetőleg ne létezzen. Mert ha ő nem lő először, de ezt senki nem szokta fölhánytorgatni, de vissza se lőjön, és amikor visszalő, akkor arra kérik, hogy legyen mérsékelt, és legyen arányos, és ugye amivel kezdtük is a beszélgetést, hogy mindkét felet felszólítják. Hát tényleg, hogy lehet mindkét felet felszólítani, amikor az egyik támad, a másik meg védekezik, akkor miért mindkét félről van szó? Ez a celebek szintjén is ugyanígy most leképződött, hogy ha megszólal, az a baj, ha nem szólal meg, az a baj, tehát ne létezzen. Tehát az a helyzet, hogy ez egyáltalán nem vicces, mert a lényege az, hogy ne létezzen. Elképesztő, igen, hogy ez az antiszemita hozzáállás azért mennyire jelen van a világban, mert én ezt nem tudom másképp magyarázni, mint az antiszemita megnyilvánulásként tudom abszolút ezeket a kommenteket értékelni. És valóban egyébként az Izrael mellettiektől is kapott ő kritikát, pont azért, hogy ez mi, tehát hogy ez nem egy markáns, radikális, úgymond radikális kiállás Izrael mellett, hanem hogy próbált ennek is, annak is megfelelni, ilyen PC-korrekt lenni. Hát szegénynek nagyon
nem sikerült, és tényleg én sajnálom ezt a hölgyet. Ilyen erővel akármit mondhatott volna. Igen, igen. Viszont az, hogy valamennyire megpróbál kiállni, azért ezt tisztelem, hogy bevállalja tényleg ezt a nagy gyűlölet áramlatot, mert a közösségi médiában, hát Géza, te szerintem ezt jól tudod és tapasztaltad, azért, hát nem tudom, lavírozni kell, vagy néha azért úgy be kell szólni, vagy ki kell állni? Te hogy látod, neked mi a koncepciód? Én szerintem ki kell állni, és lehetőséget kell adni arra, hogy akkor felszínre törjenek a dolgok, egy kicsit tesztelni, hogy mi bújik meg a mélyben, és aztán utána, de tényleg egyetértek azzal, hogy sokszor én is azt tapasztalom, hogy más lehetőség nincsen, nem lehet vitatkozni, mert csak törölni lehet. Sokszor ráadásul ezek a kommentáradatok utána saját életet élnek, tehát már nem az érintetről van szó, aki kitett egy posztot, hanem elkezdenek egymással vitatkozni, és olyan, hogy mondjam, hát elfogadhatatlan stílusban, amivel az ember már nem tud közösséget vállalni. Tehát, de meg kell szólalni. Tehát szerintem jól tette a hölgy, hogy megszólalt, de hát ki is kényszerítették belőle. Még egyszer mondom, hogy ebből is látszik, hogy ebben a világban milyen szellem van. Nem tudott jól kijönni ebben. Mert tudom, hogy te is kaptál például, amikor kitetted a felületedre, hogy beoltattad magad talán, tehát, hogy ezt hall, én nem vagyok rajta a közösségi médiában, de ennek aztán akkora híre volt, hogy én is hallottam. Meg lehet szokni ezt a töménytelen szitokáradatot, amit ilyenkor kap az ember? Hát nem tudom, szokom én is, de ez engem nagyon meglepett egyébként, mert én ezt kitettem, de nem, és aztán utána kaptam egy SMS-t valakitől, hogy jaj, látja, hogy mi jön rám. És először nem is értettem, hogy mire gondol, mi jön rám, és utána mentem vissza az oldalra, hát mondom, nem gondoltam volna, hogy ez ilyen indulatokat fog gerjeszteni, de hát láttam, hogy valami van a mélyben. Na most ezek a dolgok akkor is ott vannak, hogyha az ember ezzel nem szembesül, tehát azért érdemes, mint régen a kémia órán ugye gyakoroltatták velünk, hogy egy látszólag semleges folyadékba bemártottunk egy papírt, és akkor a lakmuszpapírnak az elszínesedéséből ki lehetett deríteni, hogy akkor lugos oldatról van szó, vagy csavas oldatról, köszönöm, volt szó, és akkor kiderült. Tehát a helyzet az, hogy azért nem bánom, hogyha vannak ilyenek, maga a jelenséget, mert ezek akkor is a mélybe feszülnek, hogyha az emberek ezt nem mondják ki. Csak akkor valahogy tetten érhetetlen a dolog, így meg sikerül akkor beazonosítani, hogy mégis mi feszül. A nyuszit kiugrasztjuk a bokorból, igen. Igen, nagyon furcsa dolgok feszülnek a mélybe, hát hogyha tényleg lehet, hogy ezt ki kell ugratni. Csak egy példa, hogy például a válásról megjelent egy cikk az egyik testvérnek az oldalán, hogy az mennyire nehéz helyzetbe tudja hozni a gyerekeket, és milyen orvosi szakvélemények, pszichológiai szakvélemények születtek a következményeket, akik felmérték és kutatták, és olyan kommentek indultak el, amit nem is lehetett értelmezni, hogy ezek szerint támogatja a családon belüli erőszakot. Azon kívül az én életemben a legjobb dolog az volt, hogy elváltak a szüleim, és akkor így hosszasan kommenteltek hozzá, de nekem is az volt a legjobb, mikor végre elváltak a szüleim. Úgyhogy a végén nem tudtam, hogy mivel lehet, én nem vagyok így személyesen rajta, de ezt elolvastam, mert érdekelt maga a téma, és már a végén odaírtam, hogy igen, a legtöbb gyerek annak örülne, hogyha a szülei elválnának, lehetőleg már azelőtt, hogy ő megszületne. Tehát az abszurditás. Igen, azért az a helyzet, hogy valami fajta paranoia is körülvesz bizonyos témákat, mert ugye a meglepetést az okozza a reakciókba, hogy olyan emberek érzik magukat megszólítva, akik nem lettek megszólítva. Mégis megszólítva érzik magukat, és úgy érzik, hogy védekezniük kell. És hát ez már többszörös áttét, mert hát valami nem lett kimondva, de viszont tovább lett gondolva, és hát nagyon nehéz annak az embernek a fejével gondolkozni, aki a te állításodhoz hozzátesz még 2-3 tényt, és azt feltételezi rólad. Hát az egyik legnagyobb meglepetés nekem az okozta, aki erre valami olyasmit írt, hogy miért dörgölődzök én a kormányhoz,
és tolom a szekerét, amit azért nem tudtam értelmezni, mert hát egész Európában mindenhol oltakozás van, akár jobboldali, akár baloldali kormányról van szó, mindenhol a világon, világnézettől függetlenül az embereket arra ösztönzik, hogy oltsák be magukat. Ha baloldali kormány lenne hatalmon, akkor ugyanúgy lenne vakcina, és ugyanúgy oltanák az embereket. De hát ez már nehezen tudja az ember összerakni. Ez borzalmas, ez a bugyuta. De egyébként, ha most teszem azt, én meg is dicsérném valami miatt a kormányt, mert jól kezel, miért ne lenne rá jogom? Más azért, mert már elszabadult ez a fajta paranoia, amiről beszélünk. Akkor én miért dörgölődzöm? Tehát én, mint egy átlagos választópolgár, akinek joga van politikai véleményhez, miért nem fejezhetem ki időnként azt, akár nyilvánosan is, hogy ezzel egyetértek, igen, ezt jól csinálják, ezzel biztos van más, amivel mondjuk kevésbé, tehát attól én még miért leszek kormányhoz dörgölődző, vagy nem tudom, milyen megjegyzést kaptál. Igen, na, ez mindegy, nagyon ez érdekes. És ugyanez, mert hogyha mondjuk megdicsérem azt, hogy mondjuk a Városligetben milyen szép épületek épültek, akkor is dörgölődzöm. Akkor tehát... te orbánista vagy. Igen. Tehát ne legyen szemem, ne legyen fülem, elég, hogyha azt hallom és azt látom, amit az a politikai oldal súg nekem, és kíván meg tőlem. De ez azt jelenti, hogy megfosztanak az emberi méltóságomtól ezáltal. Na, akkor térjünk még vissza az Izraellel kapcsolatos megnyilvánulásokhoz, már csak egy van, Szalai és a törökök. A gázai övezetben kialakult helyzet miatt több török foci csapat is szolidaritást vállalt a palesztinokkal. Így tett a Fenerbahçe, nem tudom, hogy kell ejteni, bocsánat, foci csapata is szerdán. A játékosok özgür filisztin, azaz szabad palesztinát feliratú pólóban készültek a mérkőzésre. Ebben a csapatban focizik Szalai Attila is, válogatott labdarúgónk, aki januárban igazolt a ciprusi Apollon Limassolból a török csapatba. A meccs előtt ő is viselte a török és palesztin zászlót ábrázoló palesztin barát felsőt. Szerintetek lett volna másik választása? Mindig van másik választás, de az a helyzet, hogy lehet, hogy nem akart annak a sorsára jutni, akit ugye elbocsátottak ezért, és ez szerintem megint egy másfajta diktatúra, ami megköveteli az igazodást, és igazodás nélkül gyakorlatilag kiesik a pixisből, leesik a pályájáról, kiesik a karrierjéből, elveszítheti az otthonát. Tehát ha ezeket mind felsorolom, akkor persze föl lehet ébredni, hogy ho-ho, mi zajlik itt, de itt ugye csak arról beszélnek a felszínen, hogy ó, hát fölveszek én is egy pólót, mint a többiek. Igen, hát nyomás alá helyezik őket, és hát ez számomra is botrány, mert egy olyan csapatról van szó, ami nemzetközi összetételű, különböző játékosok vannak, és miért kell rákényszeríteni egy ilyen politikai állásfoglalásra a focistákat? Szerintem persze így van, egyetértek, hogy van más választás. Petri Zsoltnak is volt választása, hogy nem szól hozzá valamihez, de hát ugye 2-3 ilyen eset, és egy futballista azonnal érezni fogja, ha nem is mondják meg neki, mert nyilván nem fogják neki megmondani, hogy ha nem veszed föl, akkor nem kerülsz bele mondjuk a kezdőcsapatba, vagy esetleg ki is rugunk. De lehet, hogy így lenne. Nyilván, de lehet, hogy így lenne, de nem kell ezt megmondani, nem kell ezt kimondani, tetten érhetően, hogy aztán utána a sajtónak arról nyilatkozzon, hogy őt megfenyegették, mert egyszerűen most már van bőven annyi nemzetközi tapasztalat a futballvilágában is, hogy milyen atrocitások érhetnek embereket, hogyha vállalják a saját véleményüket, ami miatt az emberek már önként beállnak a sorba. És hát ez szörnyű, hogy a futballt erre használják föl. Hát ez ugyanaz, mint tavaly, hogy akkor le kellett érdelni a BLM mozgalom előtt, és akkor a sajtóhírek azok arról szóltak, nem arról szóltak, hogy milyen volt a meccs, meg ki milyen formában volt, hanem arról volt szó, hogy ki térdelt, vagy ki nem térdelt. És hát a sportújságírásnak nem erről kellene szólnia, hogy akkor ki térdelt, meg ki nem térdelt. És hát ugye a sport nagy vezérek, azok pedig hát állandóan, hogy mondjam, ideológiamentes, politikamentes környezetre törekednek a sportban, de hát ezeket meg mégis megtűrik, és nem emeltek föl ez ellen szót. Nem tudom, hogy volt-e
a török csapatnak beszóltak-e. Hát ez mondták, a baj, hogy én nem hallottam. Kellene. De miért nem mondják? Pontosan. Hogy ez egy politikamentes dolog, hogy a sportnak nem kellene. De ne félj, ha valaki imádkozik, vagy fölteszi a kezét a gólörömnél, akkor úgy beszólnak neki, mint a sit. Akkor beszólnak, és látjátok, a BLM-nél se szóltak be, a térdeléshez se szóltak be, hogy ne politikailag ne foglaljanak állást. Miért? Mert féltek a mögötte lévő mozgalomtól és a válaszreakcióktól. Tehát megvannak a megfélemlítésnek a kultúrájában élünk, és nagyon sokan önként cenzúrázzák saját magukat, és hát biztos, hogy volt erről vélemény az Attilának is, de nem hiszem, hogy bárkinek is elmerné mondani, mert ugye ugyanúgy, ahogy a Zsolt, a Petri Zsolt nyilatkozott egy magyar lapnak, és utána ennek milyen következményei lettek, tudja nagyon jól, gondolom a Szalai Attila is, hogy a legjobb, hogyha nem mond erről. Felveszi azt a pólót. Hát csak azért, mint keresztényként azért mondjuk ki, hogy ennek van jelentősége. Hát tehát ez egész egy ideológiai elnyomás, tehát hogyha nem hozzuk párhuzamba azzal, hogy az eddigi ideológiai elnyomások pontosan ugyanezt követelték meg az emberektől, mert az épülő, létező, vagy hogy mondták, milyen szocializmusban ugyanez volt, hogy nem lehetett akármit mondani, és már ez nem volt leírva, már nem kellett feltétlenül törvénybe iktatni, mégis igazodni kellett. Vagy emlékszem, a Hetekben is volt egy cikk, azt hiszem még a Müncheni olimpiáról, ahogy egy keresztény kiállt egy fekete sportoló mellett, és az is egyfajta kilépés volt, mert ott már őt diszkvalifikálni akarták a bőrszíne miatt, és közben pedig azt hiszem ő nyerte meg a versenyt, és valakinek ezt tanúsítania kellett, és ez az illető tanúsította. Tehát miért mondjuk azt, hogy ez másmilyen elnyomás? Miért mondjuk azt, hogy ez nem elnyomás? Igen. Igen, és hát az is benne van, ugye, hogy az európai csapatok egy része mögött most már egyre több az arab pénz, és hát nagyon is odafigyelnek rá. Most biztos, hogy a Barcelona meg a Real Madrid szurkolói azok leveszik rólam a keresztvizet, hogy nem emlékszem, hogy melyik csapatnál vették le a címerről a keresztet. Ebben nem tudunk mi se segíteni, szerintem, Kati, de hát ugye pár évvel ezelőtt ez volt a hír, hogy le kellett venni a keresztet, mert az új tulajdonosnak a szemét bántotta, hogy kereszt van a címerben, és hát ezekkel indult, de most már biztos, hogy ezek is közrejátszanak abban, hogy érzik a csapatok, hogy mi a tulajdonosnak az elvárása, hogy tudnak neki esetleg kedvezni, és hát félnek például Izrael mellett kiállni. Most miért ne lehetne akkor, hogy az egyik csapat pedig azt teszi ki a pólójára, hogy szabad Izraelt. Uh-huh. Igen, pro-Izrael. Hát ez nem lesz fair play, az elnyomás, az biztos, ezt is észre kell venni, hogy amikor ugyanúgy, mint a BLM-nél, hogy el akarják törölni a rasszizmust a rohadék fehérek miatt, tehát akkor az hogy lesz? Akkor a fehérek ellen lesz rasszizmus, tehát ez nem tud fair play lenni, és már itt észre kéne venni, hogy valamiféle hiba került ebbe a gépezetbe, ebbe a világjavító gépezetbe, mert ez megint egy irányba indul el, és megint nem lesz szembeforgalom. Nem vagyok egy foci szaki, de nagyot nőtt volna a szememben Szalai Attila, hogyha azt mondja, hogy én nem vagyok hajlandó ezt a pollót fölvenni, és viselte volna ennek bármilyen mindenfajta következményét. Hát no, de így van. No, de akkor menjünk tovább, most akkor témát váltunk. Európa Tanács következik, a homofóbia mély gyökeret vert az európai társadalomban. A homofóbia szexuális kisebbségeket érő hátrányos megkülönböztetés mély gyökeret vert Európában. A társadalmi hozzáállás lassan változik, közölte az Európa Tanács főtitkára, ezt a hétfői napon történt. Ugyanis a szexuális kisebbségek hátrányos megkülönböztetése elleni küzdelem világnapja volt a hétfő, ha nem tudtátok volna. A főtitkár hangsúlyozta, hogy számos országban csorbultak a szexuális kisebbségek jogai, a politikusok ellenséges retorikája többfelé erősödött, gyakoribbá váltak a homofób indítatású erőszakos cselekmények, van olyan ország, ahol úgynevezett LMBTQ-mentes övezeteket jelöltek ki. Emlékeztetett az Európa Tanács Rasszizmus és Intolerancia elleni szakértői bizottsága nemrégiben közzétett 2020-as éves jelentésében a szexuális kisebbségek jogai terén bekövetkezett
vissza lépésre hívta fel a figyelmet. Az aggasztó tendencia miatt a szakértői csoport összehangolt válaszra szólította fel a tagországokat, közölte, és azt is elmondták egyébként, hogy új törvényekre lesz szükség. Tehát ez is ez a tolerancia, ami az intoleranciát szüli gyakorlatilag. Tehát az a tolerancia, hogyha ugyanazt gondoljátok, amit mi, és egészen addig nem fogjuk abba hagyni, amíg ez meg nem valósul. Tehát amire most panaszkodik ez a nyilatkozat, ez azt jelenti, hogy még az agymosásunk nem volt elég hatékony. Nem hát ők nem elégedettek, csak én nem tudom, ez a jelentés mi alapján készült, tehát én valahogy nem így érzem. Nem, se én se érzékelem egyáltalán, nem. De semmi ilyet nem érzékelek. Szerintem a tényeket nem kell számon kérnünk rajta, mert őket a tények nem zavarják. A legkevésbé a tények számítanak. Hát most beszéltünk arról, ugye, hogy a külügyi főtanácsadó hogyan viszonyul az Izrael és a Hamasz közötti harchoz, háborúhoz, konfliktushoz. Hát ha annak ott a tények nem zavarják a főtanácsadó urat, akkor most ezen a területen egy másik főtanácsadót most miért zavarnának. Egyébként ugye én erre... A tények eleve intoleránsak, Géza. Erre a mély gyökerekre szeretnék csak reagálni, hogy mik ezek a mély gyökerek. Hát Európának megvannak a zsidó-keresztény gyökerei. Hát ezekkel a gyökerekkel van probléma, mert a zsidó-keresztény kinyilatkoztatás az Istentől származó intézménynek tekinti a házasságot, és egy férfi és egy nő szövetségének tekinti a házasságot, és a homoszexualitást az pedig bűnnek tartja. Csak úgy, mindig el szoktuk mondani a saját védelmünkben már, mert magyarázkodnunk kell, hogy amellett, hogy a homoszexualitás bűnnek tartja, a házasságtörést is bűnnek tartja, meg különböző szexuális devianciákat is bűnnek tart, tehát nem csak a homoszexualitást, és hát ezek a gyökerek, ezek benne vannak Európában, ezek az úgynevezett keresztény gyökerei. Hát akkor ezt akarják kiirtani, ugye? Ez a problémájuk, hogy a keresztény gyökerekkel van probléma, és lassú elégedetlenek a liberalizációval, hogy a liberalizáció folyamata, aminek a keresztény gyökerek megsemmisítése a célja, az nem olyan gyors ütemű, mint amilyennek kellene lennie, és hát itt vannak még mindig Európában ezek a vaskalapos keresztények, a 10 parancsolatba hívők, meg a Bibliába hívők, és hát ők a fő akadályai, ugye nem mondják ki, de hát a gyökerekre való utalással azért hát utalnak rá, hogy mi az ő fő problémájuk. Igen. Itt hoznám be azt a hírt, hogy átmenetileg felfüggesztette a Twitter Francisco José Contreras spanyol keresztény politikus fiókját, miután az bejegyzésében azt merte állítani, hogy a férfiak nem eshetnek teherbe, mivel nincs méhük vagy petesejtjeik. A tekkóriás szerint a tweet kimerítette a gyűlöletkeltés kategóriáját, ezért 12 órára elérhetetlenné tették Contreras oldalát. Francisco José Contreras egy cikkre reagált egyébként, amely arról számolt be, hogy hogy először szült transznemű férfi, azaz magát férfiként azonosító nő Spanyolországban. Szerintem nagyon nagy szükség lenne Karinti Frigyesre, Efraim Kishonra, aki ezeket nagyon jól meg tudja fogalmazni, hogy hogyan lehet ezt, sőt, talán amikor a Jonathan Swift írta a Gulliver utazásait, akkor neki is ez volt az elsődleges célja, hogy olyan társadalmi anomáliákat vegyen górcső alá, amiket aztán később meseként adtak elő, de igazából ezek nagyon komoly politikai pamflettek voltak, hogy hogyan is, milyen abszurd módon tudnak döntéseket hozni, és milyen abszurd módon tudnak indokolni dolgokat. Szerintem erre lenne most is szükség, mert hogy nincsenek ilyen írományok? De vannak biztosan, csak mondom, hogy ebből lenne szükség sokra, mert hát ez az abszurditás, vagy hát nem tudom, Géza, te mit mondasz rá, de ez az abszurditás abszurditásának a bizarr megjelenése. Nem, tényleg, amikor ez ilyeneket olvas az ember, akkor az első reakciója az, hogy biztos viccelnek, de rájön az ember arra, hogy nem viccelnek. Contreras úr spanyol ugyan, de ugyanazokba az iskolákba járt, mint én, meg sokan, ahol a biológiából ezt tanították nekünk. Ő csak a gyerekkori élményeiből merített, mert nyilván neki is a fejébe vésték, emlékezetébe lehet, hogy felelni is kellett belőle a férfi és a női
szaporodási szervek. És hát ő ugye kitett erről is egy képet, illusztrációként, hogy hát bizonyítsa az állítását, hogy a férfiak nem képesek szülni. Én bevallom, én zavarba vagyok, én még mindig nem tudtam ezt megjegyezni, hogy amikor azt hallom... Hittem azért vagy zavarba, mert még nem tudtál szülni. Azért nem, de azért igen, mert nem tudom még mindig, hogyha meg kell tanulnom nekem is ezt az új nyelvet. Nem kell megtanulni, Géza, ne tanuld meg, csak érteni, tudod? Van olyan skill, ami csak hallás után érti, de nem kell beszélni. Kénytelen leszek, mert hát, hogyha nem tudjuk, hogy mit ért a másik alatta, akkor nem tudok vele vitatkozni, de mindig zavarba vagyok. Amikor ezzel lehet vitatkozni? Igen, amikor azt hallom, hogy transznemű férfi, akkor azon gondolkozok, ez férfi, aki nőnek gondolja magát, vagy nő, aki férfinak. Igen. Mert hogy azt mondják férfi, de én ezt nem. És akkor attól tudtam beazonosítani, hogy mit mondott ez a politikus. Tehát ez egy nő eredetileg, ugye, aki férfinak érzi magát. Még jó, hogy van méhelyért, tehát ha nőnek született már, bocsánat, most engem is letiltana bárki. Igen, értem. De hogy igen, tehát most már akkor itt tisztán látok, hogy itt egy nőről van szó, aki férfinak mondja magát, és hogyha azt írja valaki ennek kapcsán, hogy egy férfi nem tud szülni, akkor az gyűlöletbeszéd. Őrület. Úgy se tudod értelmezni, Géza, de nagyon tetszik, ahogy megpróbálod. Hősies küzdelem. Igen. Egyébként nem tudom, hogy figyelemmel kíséritek-e annak a volt finn belügyminiszter asszonynak az ügyét, akit most ugye bíróság elé akarnak citálni, már meg is történt a vádemelés, mi is foglalkoztunk a mai adásunkban részletesebben ezzel a témával. Szóval itt is döbbenet, hogy azért perelik be, mert hogy kisebbségek elleni zaklatás, bűncselekménye csak azért, mert bibliai igehelyeket mert kiírni az oldalára. Szóval valóban az van, amit Géza is megfogalmazott, hogy itt gyakorlatilag a keresztény gyökerek teljes kiirtása zajlik, nem tudom mennyire tudatosan vagy tudatalatt különböző csomagolásokban, de hogy valahogy erre megy ki a játék. Nem tudjuk ezt másképp ítélni, értelmezni, nem? Igen, és innentől fogva egyébként most már az is igazából indiferens, hogy most kap-e börtönbüntetést, vagy pénzbírságot kap. Hanem, hogy egyáltalán felmerül. Hanem egyáltalán az, hogy felmerül, ennek ugyanolyan pszichológiája van, mint a futballistáknál, hogy rákényszerítik bizonyos politikai állásfoglalásra őket, vagy arra, hogy fogják be a szájukat, mert ugye ez azért egy olyan hír, amit sokan olvasnak, és hát egy olyan hatást akar kiváltani, hogy legközelebb, hogyha egy lelkésznek, vagy egy politikusnak, vagy egy elkötelezett keresztény közéleti szereplőnek eszébe jutna az, hogy esetleg a Pride-dal kapcsolatban véleményt nyilvánítson, akkor jól gondolja meg, mert ez ilyen és ilyen következményekkel jár. És az a probléma, hogy amikor az Európai Unióban homofób megnyilvánulásokról van szó, akkor ilyenekre gondolnak. De a legtöbb ember annak az jut eszébe, hogy biztos arra gondolnak, hogy most valakit agyonvertek az utcán a szexuális orientációja miatt, vagy kirúgtak a munkahelyéről. Hát ma már nem kell egy homoszexuálisnak Európában attól félni, hogy kirúgják a munkahelyéről, egy heteroszexuálisnak kell attól félnie. Hát a Magyarországon az én közvetlen környezetemben is, ismeretségi körömben is vannak olyan emberek, akik nagy cégeknél dolgoznak, és elmondják azt, hogy ha valaki nem az, akkor neki sokkal több félnivalója van, valaki beszámolt arról, hogy van egy összeférhetetlen, nagyon rossz természetű homoszexuális középvezető, nem azért összeférhetetlen és rossz természetű, mert homoszexuális, én ezt nem állítom, mert csak azért mondom, hogy nehogy esetleg valaki ezt a összekeverje. Már mindenki mindent félreért, úgyhogy tök mindent. Hanem ilyen és homoszexuális. Na most, ha nem lenne homoszexuális, akkor vagy kirúgták volna, vagy leváltották volna, vagy fegyelmit adtak volna neki. De mivel homoszexuális, ezért nem teszik meg, mert ő arra hivatkozna akkor, hogy őt azért támadták meg, mert homoszexuális. Tehát Európában ma heteroszexuálisok vannak úgymond elnyomva,
Heterofóbia vagy valójában? Heterofóbia, sokkal jellemzőbb a heterofóbia. Tehát amikor ilyen diszkriminációról van szó, meg stb., akkor arról van szó, hogy valaki a legtöbb esetben ilyenekről van szó, hogy most kiírta a Róma levél egyből, hogy hát mit mond erről Istennek az igéje, erről a magatartásról, és hát nagyon érzékeny a reakció erre. Igen, nyilván ebben nem lehet belenyugodni, és talán pont a keresztények részéről kéne egy nagyon erőteljes tiltakozás, markáns kiállás, úgyhogy én örülök is, hogy itt például Magyarországon azért az az eset is nagyon nagy port kavart, de hát sajnos például Finnországon belül állítólag kevésbé. Tehát mit várjunk az olyan egyházaktól, mint például amilyen a Church of Sweden, aki ugye nemrég jelentette be, hogy mostantól transz egyháznak is lehet hívni. A személyes levél önnek, aki transznemű című levelet a Västerås egyházmegye honlapján tették közzé, és papok, diakónusok és egyházi személyek hosszú listájának aláírásai követik. Olyan egyházból írunk önnek, ami transz is egyben, az egyházat emberek alkotják. Az emberek különbözőek, vannak benne konfirmáltak, alkalmazottak, templomőrök, választott képviselők, non-profitok és más plébánusok is, akik transzneműként határozzák meg magukat. Az egyház transz emberekből is áll. Ennél fogva az egyházat transzként is meg lehet határozni. De viszont Biblia nincs benne, az egész biztos. Azt én se találom, még nagyítóval sem. Géza, mit szólsz ez a transz egyházhoz? És hívők sincsenek, vagy keresztények, tehát akik krisztusiak lennének, olyan sincs benne. Igen. Hát és ugye ráadásul ez a közösség szorgalmazta már régebben is, hogy az Istenre vonatkozó személyes névmásokat semlegesítsék, hogy, mert ugye a Biblia az Istenről, mint olyan szeméről beszél, aki hímnemű, tehát olyan kifejezéseket használ rá, és hát ezt nagyon sérelmesnek találták. Ugye nekünk pünkösdi karizmatikus és neoprotestáns gyülekezetekként ez azért szomorú ezzel találkozni, mert hát ez egy evangélikus, tehát egy luteránus, magát luteránusként meghatározó gyülekezet. Luther forog a sarjában, az biztos. Igen, tehát Luther nevében hagy kérjük ki magunknak. Én úgy érzem, közelebb vagyok Lutherhez, mint ez a luteránus gyülekezet, bár nem vagyok luteránus, de nagyon több mindenben értek egyet Lutherrel, mint ennek a luteránus gyülekezetnek a vezetősége. És hát a Luther nevében is azt gondolom, hogy jogunk van, bár nem luteránusak vagyunk, kikérni magunknak, hogy ezt a nevet beszennyezzék, mert ez egy olyan, Luther Márton egy olyan történelmi személy, akinek óriási nagy, elvitathatatlan, elidegeníthetetlen érdemei vannak a kereszténység megreformálásában, a hithez való, az íráshoz való visszatérésnek a szorgalmazásával, és noha nyilván ő se volt tökéletes, de az öröksége az egy folytatható. És hát az, amikor luteránusok, magát luteránus gyülekezetnek vallók állítanak ilyeneket, ugye blaszfémiákat, ugye ott becsempésztek egy olyan mondatot is, hogy a sokszínűség az jó, és Isten azt mondta, hogy mindez igen jó. Tehát van egy olyan idézetük a magyarázatukként, amiben hát nem utalnak rá, de azért a Bibliát ismerő embereket egyből a Teremtés könyvére emlékezteti, de hát azért ott nem arról van szó, hogy Isten sokszínű embereket teremtett, és aztán azt mondta, hogy mindez igen jó, hanem arról van szó, hogy megteremtette a férfit és a nőt, és aztán végignézett a 6 napon, és azt mondta, hogy mindez igen jó. Tehát a férfi és a nő az az igen jó, nem pedig az, hogy transzneműek az emberek, meg különböző nemük van. Tehát ilyen értelemben ez már az igének egy ilyen fajta kicsavarása, hogy a sokszínűségre az Isten azt mondja, megnézte a sokszínűséget, és azt mondta, hogy íme ez igen jó. Ez egy nagyon durva blaszfémia, Isten káromlás bibliai világnézet alapján, és hát ez gyakorlatilag egy eretnekség, amit itt képviselnek, úgyhogy, de hát ugye ez többször volt már erről szó az egyház történetem során, hogy ugye az európai kereszténység hogyan reagált a pünkösdi karizmatikus mozgalomra, én egy picit ehhez is kapcsolnám ezt, az evangélikus egyház és a német protestáns egyházak is, a Szentlélek megnyilvánulásait, most a pünkösd kapcsán, a pünkösd jön, ezért is talán érdemes megemlékezni erről is,
hogy ugye nyelveken szólást is ördöginek minősítette a II. Világháború előtt. Ugye Derek könyvéből is tudjuk, hogy a dán evangélikusok is nagyon keményen felléptek a Lídia kapcsán. Ugye a Lídia dán, és ő mondta azt, hogy tehát őt is evangélikusnak született, és a Szent Szellemmel való betöltekezése után milyen meghurcoltatásban volt része. És hát az észak-európai egyházak, evangélikus és protestáns egyházak is volt tisztelet kivételnek, mert nagyon sok misszionáriust adtak, Szent Szellemmel betöltekezetteket, de megtagadták a nyelveken szólást. És hát én egyfajta párhuzamot is látok, mert ugye a német egyház a II. Világháborúban odaállt Adolf Hitler mellé, most, amikor néhány évvel ezelőtt a Bundestag megszavazta a homoszexuális házasságot, a német evangélikus egyház, vagy a reformát, nem, úgy emlékszem, az evangélikusok egy emberként üdvözölték a Bundestagnak a döntését, tehát az egységes tanácsuk elfogadta ezt, és hát a protestáns egyházakban látszik sajnos ez a tendencia, akiket mi közelebb érzünk magunkhoz, de a katolikusokban nincs olyan szentlélek ellenesség, mint amilyen sokszor a protestáns egyházakban, és ezért ezt a ilyenfajta szélsőségekkel ott nem is találkozunk. Hát köszönjük ezt az összefoglalót, elemzést. Elment az időnk, az a helyzet, úgyhogy arra már nem marad időnk, hogy a Joe Bidennek a természetét kielemezzük, mert hogy állítólag lobbanékony, türelmetlen, hirtelen halagú, stb. Gondolom, Kati, nagyon sajnálod, hogy kimarad ez a téma, de majd esetleg legközelebb elővesszük. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és elmondtátok ezeket a hasznos és értelmes, nagyszerű gondolatokat, véleményeket. Mindenkinek további szép napot kívánunk. Köszönöm szépen!